a táborok sorából a sportosok sem maradhattak ki, hogy így nevezzük. Egy kétcsoportos sportos táborra is sor került ezen a héten, nem sokkal a tanévzáró után. Miért volt két csoport, és milyen korú diákok jelentkezhettek ebbe a táborba, ami szintén pályázatnak köszönhetően valósult meg? A két pályázat kapcsán nyílt lehetőség arra, hogy az egyik csoportban 40 fő, a másik csoportban pedig 25 fővel tudjunk táborozni, változó életkorú gyerekekkel, tehát ez elsőtől egészen a hatodik évfolyamig szólította meg a gyerekeket. Igen, Orsi néni, te voltál a másik táborvezető. Kik voltak nálad a táborban, milyen gyerekek, hány fővel táboroztattál? Tulajdonképpen összefonódott azért valamelyest a két csoport. Így van. A mi táborunk, ez egy önkormányzati pályázatos tábor volt, 40 fővel, elsőstől hetedik osztályos tanulóig. Hát a programok sorát szerveztétek nekik, ugye azért nem mindegy, hogy egy szinte egész nap folyamán hogyan foglaljátok le a gyerekeket, ezt komolyan meg kellett tervezni, milyen programokat ajánlottatok a gyerekeknek, és tulajdonképpen végre is hajtottátok. Igen, többször összeültünk, többször összedugtuk a fejünket, hogy mi lehet az, ami az adott környezetben, illetve az adott lehetőségekhez tényleg egy változatos és színes hetet tudjunk összeállítani nekik. Illetve amit mondtál, hogy ugye változó az életkor is, tehát hogy ami szórakoztatja a nagyot is, és nem nehéz a kicsinek, de én azt gondolom, hogy nagyon jó kis programokat hoztunk össze. Itt tényleg volt olyan, aminél a sorversenynél együtt tudtak dolgozni a gyerekek, volt, amikor külön dolgoztak, de abszolút egymásra voltak utalva, és ez nagyon jó dolog, mert azért ezt észrevettük, hogy a következő tanévben már összekacsintanak kicsik, nagyok a folyosón, és ez nagyon jó egy ilyen tábor. Nyilván a sport köré szerveződtek a programok. Így van, de próbáltunk olyan változatos programot összeállítani, amire azt mondom, hogy a központja a sport, de benne volt egy kis kressz, benne volt egy kis olimpia, voltunk Szönyben, ott lovagoltunk, egy kis retro életet éltek, úgyhogy nagyon sok szempontból megtámogattuk ezt a sportot. A kressz versenyen, hogy így mondjam, azon mi is részt vettünk, arról vannak képeink is, ez hogy jön a sporthoz? Hát én azt gondolom, hogy a sport az úgy kapcsolódik a kresszhez, hogy a gyerekek biciklivel, görkorcsával, gördeszkával közlekednek, és most, amikor kicsengettek, és itt van majdnem 3 hónap a rendelkezésükre, egyre szabadabban közlekednek, és erre próbáltuk felhívni a figyelmüket, hogy mennyi veszély leselkedhet rájuk, amikor biciklivel, görkorcsolyával, gördeszkával közlekednek. És a délelőtt folyamán egy oktatófilmet néztünk meg, és saját maguk elkészíthették a kis tábláikat ez alapján. Ugye felhívtuk a figyelmüket, hogy milyen színeket használjanak, mik a tiltó táblák, és az önkéntes iskolai segítő nagylányok, akiknek ezúton is köszönjük, hogy nagyon sokat segítettek, rajzoltak egy kis várost a focipályára, és délután pedig kipróbálhatták a gyerekek. Egy különleges olimpiával is szórakoztattátok a gyerekeket, többféle sportágat találtatok ki, mert tulajdonképpen azért ki kellett találni a sportágakat valamilyen szinten, hogy picit különleges íze is legyen a dolognak. Igen, ezt is úgy gondoltuk ki, hogy a délelőtt folyamán itt is egy picit ráhangolódtunk, megbeszéltük, hogy mi a nyári olimpia, téli olimpia között a különbség, mondjuk az időjárás az a nyárinak kedvezett, de azt láttam, hogy a gyerekek nagy része nincs alapvető dolgokkal tisztában, ezt helyre tettük, és utána mindenki maga megtervezhette a saját mezét. Amikor ez elkészült, akkor utána pedig különböző sportágakban, csapatokkal, országokkal részt vehettek egy ilyen kis fura olimpián. Itt a tábor zárásaként volt egy, hát nem kis vidámsága, amit a bábonai önkéntes tűzoltóságnak köszönhettek a gyerekek. Hát úgy gondoltuk, hogy méltó lezárása legyen a tábornak, rettentő meleg volt egész héten, és megkértük a gyerekeket, hogy hozzanak fürdőruhát, és megszerveztük, hogy a tűzoltók lelocsolják őket, hatalmas élmény volt számukra. Nagyon jól érezték magukat, mi is.